Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellen mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovasember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta engem. A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1 A Dino Sportiradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója a Kvon. sportosat. Híradónk vendége Kis László, a vasas egykori válogatott labdarúgója. És hogy a megszokhatták korábban, és most is ezúttal is őszintén fogunk beszélni, most elsősorban a magyar labdarúgó válogatott legutóbbi két mérkőzéséről. Hát túl vagyunk ezen is, Ugye annak idején ugye beszéltük, mikor itthon megvertük kettő-egyre a görögöket, hogy majd akkor fog igazából kiderülni, hogy mit tud ez a csapat, hogyha majd lejátszották a, vissza a kinti mérkőzést is. Ugye még poénkodtam is, amiben csak félig volt poén, hogy csak azért játszottunk viszonylag jól az üli úton, mert nem volt közönség. Na most, ha csak ezt nézzük, így lesalkítva ennyire, akkor az edd, a utolsó két meccsen hozott eredmények sajnos ezt igazolják, hogy lehet, hogy a közönség zavarja őket. Persze ez csak kis poénkodás volt, de, de soha nem lehet tudni. Nézzük az első mérkőzést, ugye a görögök mérkőzését kint, ahol ugye kikaptunk. Milyen volt, hogy láttad? Hát uh... Ugye óvatlanul is az ember összehasonlítja a görögök, a görögök görögökkel játszottuk, tehát a, 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 akár a nézők előtt ugye lejátszott hazai mérkőzés, és ugye egyből utána nevezük ezt visszavágónak, Igen. hogy így mondjam, és akkor a kettő együtt olyan, olyan kiegyenlítve lett. Ami mit jelent? Mi azt jelenti, hogy itthon ö, tényleg örülhettünk neki, mert győzelmet arattunk, minimálisan, de, de nyertünk, majd uh, ugyanezt uh, a, uh, tudtuk produkálni, csak negatív előjellel, idegenbe. Minimális vereséget, Minimális vereséget szenvedtünk, uh, és hogyha erről a két mesről beszélek, akkor azt mondom, hogy ez egy teljesen reális X-re hoztuk ki, uh -huh. ami természetesen sokkal jobb, hogyha egy győzelmet aratsz, és egy kikaszt, mint hogyha akár két döntet, nem tisz, az pontszámban jóval kevesebbet jelöl, bár egy utólag most már Teljesen mindegy, de mégis azt lehet mondani, hogy, és akkor itt már kapcsolódva ugye a, a, az elmúlt mérkőzéshez az észtek ellen, egyértelműen lehet látni, hogy egy ilyen rendkívül kiegyensúlyozott mezőnybe kerültünk. Hát ez volt a lényeg ennek a nemzetnek a, a sorsa. Ott a helyünk, igen, Tehát igen. Az, azt lehetett megállapítani, hogy bizony ez a bizonyos nemzetek ligája, ez realista elképzelés volt, és bizony ebbe azért még beleveszem a finneket is, akik hihetetlen nagyon jól állnak, de hát valljuk meg őszintén az 1 0 győzelmeik, ezek előbb-utóbb meg fognak fordulni, azt lehet, hogy nem a mi csoportunkban, hanem majd amikor igen, följebb igen. kerülnek, és utána, mert, 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 az ennyire nem jog. tehát azért ezt hozzá kell tenni. Na most, hát hogyha egyébként meg úgy elemezzük, én azt ö, ö, tudom mondani, hogy az jó dolog, hogyha itthon nyerünk, és idegenbe kikapunk. Volt nekem egy elnököm, amikor én fordítva csináltam ezt, idegenben mindig nyert, ott, kikapunk. Azt mondta, hogy Frijei Laci azt mondja, a legfontosabb, itthon nyerj, idegenben nem érdekel, hogy mi lesz, de itthon nyerni kell, mert a közönséget ki kell szolgálni. Ugye? Na most ezt gyakorlatilag hoztuk, de azt lehet mondani, hogy úgy Isten igazából, most már én nem tudom, hogy hányai szövetségi kapitányjal sem tudunk, ö, ö, esetleg csak biztató jeleket tudunk felmutatni, de természetesen alapvetően nem vagyunk, hogy így mondjam, a csoport élén. Nem csak azért, mert nem úgy látszik, hanem a mutatott játék alapján is egy teljesen jó helyen vagyunk. Hogy van az, hogy a görögök ellen viszonylag jó volt a védelmük, hogy ezt lehetett olvasni, hallani? Most az észtek ellen meg viszont pontosan arra szól a fáma, hogy nagyon gyenge volt a védelmünk. Pár nap telt el csak két mérkőzés között. Ez, ez hogy történik ilyenkor? Tehát ez több dolog is van ám ebben, és akkor me igen, végig. Mert, igen, 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 igen. végig. Hát egy, egyrészt vannak ugye az egyéni hibák. Az egyéni hibák azok azok olyan dolgok, hogy most itt gondolok például a harmadik kapott gólunkra, amely gyakorlatilag számomra teljesen értetetlen, hogy a kapus kiebb a belső védő is megáll, meg a kapus is, mert mindegyik a másikra vár. Ugye ezt úgy, szok, úgy szoktuk mondani, hogy hagyd, én is hagyom, tehát és akkor ugye a csatár meg nem hagyta, és, és rugott egy igen. gól, tehát ezek az úgynevezett egyéni hibák. Egyébként ez folyamatosan benne van a, a, mi játékunkban. Gondolok itt, hogy, hogy például a, a, a finnek, hadd menjek ma odáig vissza, a finneknek a, a, a győztes gólja, ugye Puki, az gyakorlatilag ugye a formai úgy hívják, hogy tehát a körbefutotta Igen. a mi belső hátvédünket, és gyakorlatilag, tehát ez, ez nem lehet, tehát akkor úgy zárom a szöget, csak, hogy ez egy egyéni hiba, tehát itt nem arról van szó, nem arról van szó, hogy gyorsabb, persze, hogy Igen. gyorsabb, de hát azt föl kell mérnem, ráadás nem az első percben történt, aztán van benne olyan is, hogy például szerencsés, találat, ugye a másik, ami, ami hát hihetetlen ritka. Na a harmadik is azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, mert ezek, ezek olyan véletlenszerűen az előbb elmített két dolog, az pedig az, hogy igen, de a második meccsen nekünk védekeznünk kellett, és azt nagyon jól meg lehet szervezni. A harmadik mérkősen viszont mi is úgy gondoltunk, vagy legalábbis én azt látom, hogy mi ezeknél jobbak vagyunk, nekünk ezért támadni kell. Na most mi elkezdtünk támadni, valami olyasmit, amihez gyakorlatilag nem igazán Értünk. Tehát ezzel azt akarom én Isten igazából mondani, hogy, hogy az a fajta dolog, amit mi folyamatosan ö, ö, belülről, hogy így mondjam, próbálunk gerjeszteni a gyerekeink felé, ennyi, és ezzel a kifejezéssel, hogy mi milyen kreatívak vagyunk, meg így, meg úgy, az nem igaz, nagyon sablonosak vagyunk, a sablon az nagyon jó a védekezésre, az a támadásra kevésbé. Na most innentől kezdve, hogy elkezdtünk támadni, teljesen fellazultunk, és azok a segítségek, amelyek a, a védekezés alkalmával, ugye jóval szűkebb területen meg lehetett oldani, föl lehetett rá készülni, azt jelen pillanatban mi nem tudtuk produkálni. Tehát a, vé, a rossz védekezésünk alapja a rossz támadási ö, formációnk volt gyakorlatilag. Eladott labdák, mert hát a csatának a többek között azon kívül, hogy gólt rúg, nem azt mondom, hogy kötelező eladni a labdát is, vagy akár a középárosnak, amikor ő neki át kell mennie egy emberen, de ez sajnos előfordul, és innentől kezdve mi hátrafele védekezve, vagy éppen a futókat nem megfelelően fölvéve, ez bizony igen nehéz feladatnak tűnt jelen pillanatban. Hozzátenném még egyetlen egy dolgot, hogy még úgy érzem, hogy akár a finnek, vagy a két görög meccs alapján is mi mentálisan, én úgy gondolom, hogy nagyon jó fel voltunk készülve, és, és annak ellenére, még egyszer, hogy a finnektől is kikaptunk, én úgy gondolom, hogy rendben voltunk. Addig itt az észtek ellen meg láttam egyfajta ennek a résznek egy hanyagságát, ami, ami többek között... Erre tett is utalást a vezet, a szövetségi kapitányunk Éh, van, is, hogy már a látom, de nem nevezzi meg, hogy kik vagy kiről van szó. Azt mondta, a játékosokat nem fog megnevezni. Igen, hát ez az ő belső ügye, ugye mi megnevezhetünk, de nincs jelentősége igen. egyébként. Ja, annyiban van, ugye, hogy ő neki kell ezt nem érnie, és esetleg innentől kezdve elbeszélgetni, vagy lecserélni, vagy kicserélni. Ugye, hát az jó, az ő csak kire. Kérdés, igen, is, most kire? itt jön az, amikor, amiről én beszéltem, hogy legyünk kreatívak, csak a gólokat. Azért a mi e, támadójátékunk is, azért bár mondhatnánk azt, hogy három gólt ruktunk, de azért valljuk meg őszintén, az észteknek rúgtuk ezt a három gólt, tehát a másik kettőnél például kétszer nem is voltunk eredményesek, ugye? Tehát Ö, vagy a három meccse rúgtunk két gólt, vagy egyet, hát. már már is tudom, ugye, most ezen kívül, igen, hogy igen, így igen. mondjam, tehát a finnek meg a görölkene. Tehát innentől kezdve én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy mi ö, álmodozzunk, ahhoz, hogy mi följebb jussunk, ahhoz nemzetközi szintű labdarúgokra le, lenne nekünk szükség. Na de most... Elsősorban elől. Na most... hátul is jött és, és valahogy nem akar összeállni. Csak gondolok itt az orvára meg úgy járt a Gulácsi. Ö, Hát, és, és, akkor, és akkor most a véde, védelem nem úgy múzsik Én, én a, 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 a belső kettősbe én látok faktor, tehát mint említettem az előbb is, hogy nekem nem igazán tetszik ez a, ez a két belső védő illetve én a Kádárt jó játékosnak tartom a szinten is, de bal hátvédbe, is, nem belső hátvédbe. ott azért más, Igen. hogy így mondjam. Az Orbán tőle idáig nem láttam, nekem nincs különösebb problémám vele. Mondjuk de... ő adta a görögöknek a golpaszt, pekhére. Na most ez is egy érdekes, hogy, hogy ő lett kint az egyik legjobb játékos, ez hogy lehet, miközben ő is bevallotta, tehát ő adta a gólt, gólpaszt tulajdonképpen a görögöknek, ez hogy van? És ezért ment el a Döntetlen. Ezt most hogy értékeljük, ezt hogy nézzük, most ezt mi, loikusok, mert engem zavart, hogy látta minőt, ő a legjobb a görög, kinti görög mérkőzés után, miközben nagyon béna volt. Jegyezzük meg, hiszen ő passzolta oda a 16-osnál álló görögnek a labdát, aki csak visszaévelt, és már bent, be is fejeztek a gólt. Tehát ez lehet, hogy, hogy um, lehet valaki, akkor legjobb, hogyha de, ő rajta megy a meccs. Én, én azért ezt nem mondanám, hogy ő rajta ment a meccs. De a gól a, és, az, az, egy, az, egy és az, az, egy, volt, gól volt. Az, egy, az egy, beadás Igen. volt, amit ő egyből felszabadítani akart, és tökéletesen pont pontosan ment, de egyébként egy 20-25 méterre lévő ellenférhet. Ez pek. Tehát én, én, én nem, de ilyen szinten lett pek, 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 mehet. Egy, mehet. egy, német Bundesliga játékostól lesz. Ö... 16-oson belül pont a 16-osnál. Tehát ez... Ne, ne, nem akarok párhuzamot mondni, vagy, vagy más... Ö... Több ezt ö... szokták mondani, hogy ha nem ütött ki oldalra, ha nem csak középre, akkor béna vagy. Tehát ez valami hasonlónak vélem Te ezt oldal, ez oldalra próbálta. Jó, csak tudom, csak pont az ellen. Tehát nem kirúgta ő most jelen pillanatban. Tehát akartam majd súlyozni, hogy valami hasonló én, én akkor másképp fogom, én nem tartom akkor a hibának, mind a mekkoráról most itt ebben az esetben esetleg beszéltük. Az viszont tény és való, hogy ezen elment gyakorlatilag maga az egész mérkőzés. Tehát ez, ez, ez biztos, hogy így van, tehát ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. De ilyen sajnos benne van. Itt inkább az, hogy, hogy én azt mondom, hogy előre nagyon kevesek voltunk. Tehát nem, tehát nem látszott az, hogy mi, vagy nem, nem volt olyan érzete az embernek, hogy azon kívül, hogy drukkol, hogy ez a pozitív eredmény be is következhessen. Mert én ezt, ezt abszolút nem éreztem magában a mérkőzésben. Azt éreztem, hogy nagyon-nagyon egygólos mérkőzés, talán a speaker is ezt mondta, ezt lehetett érzékelni, de azt, azt nem lehetett érzékelni. Tehát nem tudtam elképzelni, hogy hogyan fogunk mi gólt elérni. A, igaz, azt tudtam elképzelni, hogy hogyan fogunk gólt kapni, ami aztán hát ilyen formában Igen. valósult meg, hogy az tetszik, nem tetszik, ez sajnos így történt, Igen. tehát magyarul én nem bántanám egyébként őt ennyire. Jó, és a, milyen volt az észtek ellen? Hát ott az érzte kellene, hogy a játszottunk miatt négy hátvéddel, de játszottunk három hátvéddel. Én, én azt mondom, hogy tehát amikor nagyon fegyelmezettek voltunk, mm. és, rend, és, és mindenki a, a védekezésre, az sokkal jobban nézett ki. Mm. De ilyenkor, amikor kevesebben vagyunk hátul, hogy így van. Igen. amikor az ellenfél. Nem csak, hogy kontrál, kontrázik és kontrásra hajlamos is, mert egyébként Síti uh, nem tud futballozni, vagy még annyira sem, mint mi. Innentől kezdve aztán uh, gyakorlatilag ők is azt mondják, hogy kit verjünk meg, ha nem a magyarokat. Tehát elkezd sprintbe közlekedni, és ezt a fajta uh, uh, ránk kényszerített szituációban lehet azt megtudni, hogy valójában mennyit ér egy-egy hátvédünk. Uh -huh. Tehát addig, amíg. amíg uh, uh, a, az ellenfél folyamatosan nyomás alatt tart bennünket, általában mondom, hogy a belső hátvéd vagy belső hátvédek általában kimagaslóan jó játszanak. Hát mit kell ki csinálni? Lepattanókat kirúgdossák, kifejelik, odaérnek, van helyük, nem kellett embert fogniuk semmilyen formában, jó kell helyezkedni ők újban, ezt nagyjából megvalósítják, tehát egyszerű a feladatunk. Abban a pillanatban viszont, amikor nincs segítség, amikor nagyobb területek állnak a, a, az ellenfélnek a rendelkezésére, akkor derül ki, hogy ki mennyit ér ott hátul. Ez, ez, hát Na most nem hogy működik. tűnik? Orbán végül is most erősítést jelent nekünk, ott, vagy, vagy tulajdonképpen ő is ugyanúgy, mint a többi magyar? Ez egy jó kérdés egyébként, én ezt nagyon nehezen tudnám én eldönteni, hogyha mondjuk én vagyok a szövetségi kapitány, nem valószínű egyébként, mert úgy néz ki, magyarok nem lehetnek, meg egyébként is. Tehát a lényeg az, hogy, hogy én ezt következőképpen szoktam én eldönteni, hogy én, amikor párba játszatnak, mondjuk így, hogy, hogy embereket a, a maguk az edzők, ugye ez általában két helyen szokott előfordulni, az egyik ugye a két belső hátvéd, a másik pedig a kettő darab védekező középpás. Ugye sokszor egy, de kettő is lehet, itt attól függ. Én, a, én azt szoktam mindig, hogy ki kell választanom, hogy ki a legjobb. Onnantól kezdve az, hogy ki a legjobb, onnantól kezdve a megmaradó játékosaim, ugye szövetségi kapitányi szinten sok játékos lehet, vagy több is lehet. Onnantól kezdve behívom a másik embert, tehát őt lefixálom, és megpróbálom, hogy ő kivel tud együtt gondolkodni, mert ugye itt tehát, és ezt látni igen. lehet, hogy így mondjam, csak ezt figyelem csak, és akkor abba teszem párba. Ugyanez, igen, való, ugyanez a, a belső két védekező középpársra, ott is kinevezem, hogy én őbenem bizom bízom. Legjobban, ha ő, és ez nem biztos, hogy ez nagyon érdekes, hogy egyébként úgy a két legjobb lesz, mert lehet, hogy a kettő üti egymás, vagy a gondolkodás igen, mondja igen, igen, már. Persze, tehát szokták is mondani, hogy nem biztos, hogy a legjobb játékosokból lesz a leg, legjobb ö, csapat. Így van, hát a, a, egyébként most, most én nem találtam fel a spanyol viaszt, hogy nehogy félreértés esély, de ha belegondolunk, egy, egy abba az időben, amikor én csak néztem a tévét, meg ritkán voltam még is, de vissza lehet emlékezni az idősebbeknek feltétlenül, hogy egy baróti Lajos bácsinál mondjuk egy nagy laci mindig játszott, pedig ő az új percben nem biztos, hogy mindig kezdő volt, általában kezdő Igen. volt, tehát maradjunk ennyiben. De érdekes módon, tehát ő meglátta, és mivel hogy a Lajos bácsi nagyon sikeres volt, tehát azért fogadjuk el, hogy ő azért tudott valamit. Hát ez így működött, így ez van. így működött, így van. És minden esetre Rosszi már tulajdonképpen azzal jön, hogy ő nagyon későn vette át a magyar labdarúgó válogatottat, nem volt lehetősége úgymond tét nélküli meccsen összerakni, megnézni a csapatot. Most már nem is lesznek tét nélküli meccsek. Habár ezek lesznek majd lassan azok, hogy hallom, hogy jó pár külföldi klub, vezetői nem fogják elengedni többet ide a nevesebb játékosaikat, mert csak megsérülnek, és az egészet komolytalan bulinak tartják, nem majd kiderül, hogy mennyire kell őket komolyan venni. Egyelőre most, hogy ezeket lehet olvasni, hallani, Ö, hogy jön, az, jön majd a márciusban kezdődő Európa bajnoki selejtező. Az lesz nekünk az igazából a mérvadó, most ez csak arra kell neki, hogy itt megnézzük, ki mire jó, és hogy rakja össze a csapatot. Tehát most már itt tartunk, hogy ez nem érdekes, majd az EB selejtező. Igen, értem a felvetést. Hogyha most én, én azt mondom, hogy én ne, nem, nem, nem tudok más mondani, soha nem értettem egyet azzal, hogy fiatal válogatott, hogy építsük a jövőt, meg stb. A válogatott az nem ilyen. A válogatott az mindig a legjobb. Innentől, tehát, a, meg meg, tehát ez, ez egy nézőpont vagy stratégia kérdése, hogy így mondja. mit értek ez alatt. Ugye van egy válogatott, és be akarok tenni, vagy ki akarok próbálni egy, egy, egy másikat, tehát nem lehet nyolcat lecserélni, ugye, hanem egy-egy embert, mert az én szemem megakadt rajta valamilyen oknál fogva, akkor én azt minden további nélkül kipróbáltam. De a egyet miért ne próbálhatnék ki? Tehát ezzel nekem semmi bajom mm. nincsen, hiszen ő nem határozza meg úgy azt a csapatjátékot, nem fogja tönkretenni, stb. De azt meg tudom Ápító, hogy ide való, vagy éppen nem oda való. Na most tehát magyarul a, a válogatott az mindig a legjobb legyen. A másik megoldás, nem is megoldás, hanem a másik része a dolognak pedig az, hogy hogy érdemtelenül nem szabad berakni senkit a válogatotba. Az kutya kötelessége mindegyik labdarúgónak megharcolnia azért, hogy ő bekerülhessen a válogatotba. Az egy más téma, hogy, hogy ez is látszik egyébként, én úgy gondolom legalábbis, hogy a, egy válogatott erejét az nagyban mutatja, hogy mennyire stabil a, a, a mag. A mag az pedig legalább egy olyan hét, nyolc, 9 játék, de minimum 7 játékosra vonatkozik. A többi az esetleg lehet sérülés vagy egyéb. Itt egy -egy a válgattod, negy, hogy láttad most a Rossi alatt? Ez így nagyjából ül, nem? Nagyjából ül, egyébként az, az igen. igen, igen, igen. Tehát én ő, a, igen. Egyébként az ő, nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki magam, nem mondom az ő munkássága, <laughs> hogy Tehát ő, amit idáig produkált, az én nagyon elégedett vagyok, ha lehet ilyet uh -huh. mondani, ugye? De hozzátenném azt, hogy hogy ami, ami miatt én, én egy edzőt mondjuk így, hogy, hogy odasorolok, hogy igen, ő rendben van, az elsősorban az, hogy a, a játékosoknak milyen a, a, a hozzáállása és milyen a formája. Tudni, hogy itt nem arról van szó, hogy elhűlve szoktam olvasni hogy ilyen nagy hozzászólásokat, hogy, hogy az út elején járunk, meg majd összehozzuk, meg, meg, meg kialakítjuk, meg begyakoroljuk. Igen. Meg, hát itt ilyen nincs. Ez egy válogatott, megkapod egy napra, két napra, maximum három napra, mit, tud, mit tudsz edzeni, semmit nem tudsz edzeni. Viszont az edző, ebben az esetben a szövetségi kapitány, az gyakorlatilag tud egy olyan pozitív légkört teremteni, vagy akár nem teremteni, hogy maga a játékos komfortosan érezze magát, hogy ő, ő úgy érezze, hogy ő nagyon tud futballozni, hogy ő önbizalommal teli van, hogy ő megpróbálja mondjuk Persze. megoldani, és abban a pillanatban ő meg is tudja nagy százalékban oldani. lehet, hogy mond ez a baj, hogy itt estek túlzásba, ugye itt az észtek ellen, ugye... Az észtek ellen, most ugye... mondok egykor, ne, ne, nem megbántva. A, a Klen hogyha visszanézné valaki, ez úgy visszafogja vál, az úgyis vissza fogja azt szerintem többet passzolt hátrafele, mint előre. Idáig ez csak a nagy Ádámra vonatkozott. Igen. Tehát innen innentől kezdve az ő egyéni fölkészítés, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy nem sikerült, mert ő ráadásul az a típusú, aki igenis ezt föl szokta vállalni. Tehát ő valamiért nem volt jó. A, a jótom végig a mérkős, tehát például biztos nem játszotta volna végig nálam, mert nem az mert rosszul játszott, tehát ilyen, az mindenki előfordul, de az, hogy nem vállalta fel előre, valamiért félt, vagy nem úgy csinálta meg, innentől kezdve az adott esetben nincs helye a csapatban. Jojaki ezik. Ugye itt most megint egy érdekes kérdés. Nem, most már futballozik, játszik a maga kis bajnokságában az araboknál? Igen, hát mondjuk itt, hogy nincs szem előtt ez biztos, de azért ne becsüljük le az arab bajnokságokat, azért ó, arabok is ott nem tudnak futballozni, szóval ez nem Jó, oké, de. Ne... Én, én úgy gondolom, hogyha ő akar lenni válogatott, én úgy gondolom, hogy őt azért meg fogják még hívni, tehát ő de még kell, nem. De most ez nem Tudom. Én, én, nem, nem tudom eldönteni. Ha, ha, arról beszélünk, hogy kellene egy rutinos ember, aki aki mondjuk így, hogy egy kicsit összekapja, tehát belülről is egy irányít, hogy így mondjam, most nem nagyon látom egyébként, talán a, 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 a szalai ott előről, hogy, hogy így mondjam, nem szerencsés, tehát nem szerencsés, mert a csapat nem úgy látja, tehát inkább hát hadd mondja ki egy nevet, jó? Tehát úgy, amikor én futballoztam, Igen. hogy a, a, a Laci, a Báró volt egy ilyen típusú, de hozzátenném most akkor, most a mai akkor összehasonlítva, ugye, ugye, mert te biztos emlékszel rá, hogy vagy akár a, a, a fazekas Laciak a góljára, hogyan történt az előzmények, hogy a Bárint Laci, mint center haf, tehát még mélyebbről indult, előtte kinyílt, és irány az ellenfél kapuja. Tehát egy belső hátvét megindult, játékkal fölvállalta azt, hogy ő elindul, amiben aztán egy szerencsés Dolgotna dolgot, mert ide-oda pattant a labda, és a fazekas Lacihoz került, aki berúgta. De ezt kellett egy bárnyék Laci, a báró, aki ezt így megoldotta. Tehát én ilyenre gondolok. Na most ő azt mondják, hogy azért volt abban az időben a, a, legjobb, és ez egy vicces része, de komolyan beszéltünk abban az időben, azért volt a legjobb centerhalfja, mert ő félt egyedül. Ezért mindenkit hátra hívott. Ugye ez úgy nézett ki, hogyha van valakinek tekintet, és azt mondom, hogy gyere hátra, akkor ott mindenki megjel és megy hátra. Tehát úgy, ahogy uh -huh. kell. Tehát volt, egy belső tekintélynek igen. kell lenni, és nem pedig az, hogy választani, hogy most merre hajtson. Jó, hát azért van itt az Orbán, aki ugye a Lipcsének ugye csapatkapitánya. De azt a tehát... ne fejt, de most került ő ide bele. Tehát az, igen, egy, az igen, nagyon igen. nehéz mennyi álma. idő, mennyi idő még ő a két oldalon egyrészt őtől függ, másrészt pedig, másrészt pedig magától a, a, a közektől mennyire fogadja el, és mennyire érzik azt, hogy ő egy nagyon jó játék, hogy ő a legjobb játék, vagy hozzá kell igazodni, hogy így van. Tehát ez ő saját, hogy milyen típus, tehát annyiból ő saját magától, és az, hogy őben ő mennyire bíznak meg a társak. Lehetséges. Tudom, mire lennék kíváncsi, amit sose fogunk megtudni? tudni, Igen? Hogy milyen, le, milyen a viszony Szala és a Orbán között? Ez passz. Hát ezt, ezt, ezt nem Mert tudom. ugye ez, ez sokban meghatározhatja a játékosok hangulatát is a pályán, esetleg. Na most, ha, ha van egy tekintés labdarúgó, most a Szalai is az, sokat bántják, most, én is úgy gondolom, most, hogy, hogy van egyfajta tekintélye, így van, ugye? Így van. Ez külsőségeikben is meg, meg azért rúgja a gólokat, tehát azért igen, jelen igen, igen. pillanatban mástól most kitől várjuk, néha rúg ez az, de azért ő az, na most én azt mondom, hogy ha ő a beszélgetések alkalmával csak úgy lazán elengedi. Ez egyébként egy edzői dolog. Ugye te mondd már azt, hogy te, gyerekek, figyeljétek, az nagyon jó játékos, hogy láttam. Tehát abban a pillanatban, hogyha a szalai valaki volt, az, az továbbadva, sutyomba, tehát nem az, hogy kiállok, ez egy nagyon jó játékos, stb. stb., hanem így, az a sokkal hatásosabb, és mindenki elhiszi, és abban a pillanatban az elismertség már is ott van. Igen. Tehát az óriási a, 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 a felelőssége, ezzel csak azt akarom mondani azoknak, akik egy kicsit... Ö, ö, Többek a, a, a mások. Na most, uh, most, ezért is tettem fel a kérdést, mert akit Ném Németországban él, és ide jött futballozni, azért az uh, nem, a, nem zongora a cipelőnek jött ide. Tehát ő úgy érzi, hogy ő valaki, hiszen ő csapatkapitány -e csapatkapitánya, 25 évesen. És ezért is tettem fel a kérdést, hogy Zsucsák hiányzik-e. Pont emiatt, mert szalaj, Zsucsák, és akkor ez a most már magyar úriember, nem lesz, hogy hogy túl sok esetleg olyan játékos lesz, aki egy méterre a föld felett jár? Mert ö... ugye ezt tudjuk, ezt éreztették egyes játékosok, és emiatt a fiatalok nem játszottak úgy, ahogy tudnak egyébként. Igen, Ez egy ö... csapatjáték. Hát egyrészt csapatjáték, másrészt meg, tehát még egyszer olyan típusú embereknek kell lenni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ki a cséká, és nem kinevezett cséká. Tehát hogyha például Ugye, mert vannak olyan edzők, akik, többféle edző van ilyen szempontból, Volt, van olyan, aki mint egy demokratikusan megválasztja, aztán van olyan edző, aki azt mondja, hogy már pedig ő, és ez, ez, ez egy hibafaktor, és van olyan edző, bevallom őszintén én is így voltam, hogy úgy irányítottam, hogy én tudtam, hogy, hogy ki ennek a leg, legmegfelelő, igen. és úgy próbáltam irányítani, hogy ők azt választják meg, akit én akarok. Igen. Ugye, tehát ez a, ez a legjobb megoldás igen. egyébként, mert az, az azt hiszi mindenki, hogy demokratikus igen, volt, igen, igen. pedig nem az, és akkor onnantól kezdve bizalom a A is szokták egy irányítani férfiakat, hogy az azt ezt mondják. Sokféle a, hogy a... De ez így, az így, egyik, ugye? <laughs> ebben a beszélgetésben is. Vannak jó és vannak rossz tapasztalataink, igaz? Itt is, minden a futballba általában. Sajnos időnk lejárt. Már megint. 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 Vasas soroksár, gyorsan. Igen, nem tudok kimenni a mérkőzésre, van egy ilyen hatalmas nagy problémám. Jó. Ugye, a vasas. Ezzel lépünk túl, úgyis ki fog kapni a vasas. Nem fog kikapni, mert nem kaptunk ki még idét. Tehát... Hát most már ideje. <síthat> Viszont, amiért mondtam, gyorsan lépünk át, mert időnk lejárt. Igen. Putnok, Kazinszbárcskára fog hamarosan menni a vasas. Nem vetne, hoztam szóba. Ugye most Barcik a Putnokon játszik, az a hazai pályája, és a Vasas, ott készül egyfajta. Igen, hát gondolom hogy a Váradi Bélával kapcsolatban, hogy hát ugye róla nevezték el azt, amit hozzá kell tenni egyébként, nagyon érdekes, mert a Bélát nevezik úgy, hogy őt fedezték fel, ő azért mellette gömörszőlősön született és ott élt, uh -huh. de ugye Putnok volt az, ahol, ahol a Vasas felfedezte Igen. és ugye elvitte, és én, én magam is edzőként. Voltam ott Putnokon, uh -huh. és tudom, hogy hol van a pálya, meg, meg minden ilyesmi. Hát egy érdekes mérkőzés ez valóban. Ilyenkor egyébként érzelmek vannak. Tehát azt nem tudom, bevallom itt őszintén, hogy én nekem megvannak ezek az érzelmeim a mai uh -huh. napig, amikor, amikor emberekről beszélünk, helyzetekről beszélünk, akár helyszínekről beszélünk. Nem tudom a maiakban mennyire van ez meg. Tehát én nekem ez mind-mind mást jelent, mind, mind más uh -huh. esetleg másnak. Jó lenne, ha mások is így éreznének. Tudom, hogy nem, nem ilyen a világ, ma mindennel tisztában vagyok, de nekem mégis mást jelentenek. Ezek az emberek, ezek a nevek, ezek a helyszínek és helyzetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere, a Premium Autóház Kft.